Soros Györgyöt és az LP választás előtti lejárató kampányt látja a kormányzat, amögött, hogy az átlátszó.hu beszámolt Orbán Viktor és a MOL-Vidi tulajdonos Garancsi István közös magánrepülőgépes bulgáriai útjáról. A híradónknak nyilatkozó politológus szerint a választókat érdekli, hogy a magánemberként utazó miniszterelnök milyen ajándékokat kap és kitől. Repülővel jöttünk! Repülővel jöttünk! Nem véletlenül skandálták ezt a demonstrálók március 15-én. A korábbi CEU melletti tüntetésekről ugyanis azt írta az egyik kormány közeli bulvárlap, hogy Soros György repülővel szállítatta Budapestre tüntetni az embereket. A kormányzat most is Soros Györgyöt látja egy repülőgép mögött, csak az indítatás változott meg. Láthatóan az európai parlamenti választási kampány elindult. Ebben számolunk azzal, hogy a személyes lejárató akciók és vádak is jelentős szerepet fognak játszani. Ezt is ennek részeként tekintjük. Legalábbis így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter arra, hogy az átlátszó.hu beszámolt arról. Orbán Viktor augusztusban Garancsi István 17 milliárd forintos magángépével utazott a Videoton bulgáriai meccsére. Nincs itt semmi ajándék. Akkor ez mi? Ki fizette? Mit? Az utat. Az egyenes beszéd kontrában Hollik István pedig egy példával próbálta magyarázni, miért nem tekinthető ajándéknak, a miniszterelnök sajtófőnöke szerint egyébként rendszeres utazás. Ön szereti a Metallicát, és Bécsben koncertezik a Metallica, és az egyik barátja, rég nem látott barátja, ő is elmegy, és azt mondja, hogy ülj be az autóba, persze, gyere, elviszlek. Ez ajándék, de hogy is, hát a barátság az így működik, ez teljesen természetes. A Zoom.hu még januárban számolt be arról, hogy Orbán Viktor többször is utazhatott Csányi Sándor OTP vezér magángépével, például a 2015-ös BL döntőre. Orbán Viktor sajtófőnöke a portálnak akkor azt írta, ezekért az utakért fizettek. Pont az a problémás ebben, hogy valójában a magánéletéről van szó. Tehát a híradónknak nyilatkozó politológus szerint a magángépes magánutak erősítik azt a képet, hogy valamiféle urizálás folyik a Fideszen belül, amelyből eddig a puritánságát például a vonatozós videóval is hangsúlyozó kormányfőnek sikerült kimaradnia. Ha arról van szó, akkor most ezt be kell írni a vagyon nyilatkozatába vagy sem, ez azért is egy döcögős terep lehet a kormányfő számára, mert hogyha beírja, akkor lesz róla papírja azt, hogy ő kapott egy ajándékot, ami meghaladja az engedélyezett magas mennyiséget. Másfelől viszont, ha meg nem írja be, akkor meg ugyanúgy lesz egy bizonyíték az ellenzéknek arra, hogy valahogyan, valamilyen szinten szervezett korrupció folyik. Ezek a feljelentések megszülettek, teljesen fölösleges harmadik negyedikként újra egy ugyanolyan feljelentést benyújtani. Az LMP képviselője azonban úgy látja, a pártjának már nincs teendője az ügyben, miután a DK és a Párbeszéd már feljelentette a miniszterelnököt.